Jó estét kívánok! Kaposváron 1947-ben indultak el a kezdeményezések a gyógypedagógiai iskola szervezésére, amelyek aztán elakadtak, végül 1948. októberében indult el az első tanév 4 tanulócsoporttal 74 tanulóval, akik száma az 50-es évek elejére már elérte a 120-at. Ahogy gyarapodott a 4 szám, úgy nőtte ki az épületet az iskola, és így kezdődött el az építkezés 1985-ben a Kecelhegyen. Az azóta eltelt éveket, a fejlődést és az ottani munkát elemezzük, és erről beszélgetünk ma esti vendégeinkkel, dr. Bencéné Csorba Margit főigazgatóval és Kovács Attila igazgatóhelyettes úrral, akik a Bárci Gusztáv Módszertani Központból érkeztek. Jó estét kívánok! Pontosabban, hogy pontosan idézzük, Bárci Gusztáv óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, fejlesztő nevelésoktatást végző iskola, kollégium, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény. Ez ugye magának az intézménynek a teljes és pontos neve, és már a neve is nagyon hosszú, de ez jelzi azt, hogy mennyiféle fajta tevékenységet lefednek ott. Hogy fér bele minden? Hát igazából, amikor bővíteni kezdtük az ellátásokat, akkor mindig azokra az igényekre reagáltunk, amik akkor felmerültek. Akkor, amikor az óvodát elindítottuk a 98-as években, akkor nagyon fontos volt az, hogy nem voltak még az országban gyógypedagógiai óvodák, és azoknak a gyerekeknek a helyzete nem volt megoldott, akik 0-tól 3 éves korig valamilyen ellátást kellett volna, állami ellátást kellett volna, hogy igénybe vegyenek, és ezért erre reagálva létrehoztuk a gyógypedagógiai óvodánkat, és ugyanígy az összes többi intézményegységet utána, amennyire szükséges volt, annyira léptünk mindig. Főigazgató, 1998-ban, ha jól emlékszem, akkor vette át ugye az intézménynek a vezetését. Hogyha össze kell foglalni csak egy pár mondatban a mögöttünk hagyott éveket, akkor mi az, amire a legszívesebben emlékszik vissza, vagy az, amit kiemelne? A legszívesebben arra emlékszem vissza, hogy kisegítő iskola voltunk, és módszertani központtá váltunk. Ez nagyon fontos volt az életemben. Azt gondolom, hogy az én vezetői fejlődésemmel együtt fejlődött az intézmény is, tehát valahogy így párhuzamosan együtt fejlődtünk. Nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani abból, amit elterveztünk, szinte mindent, azt tudom mondani. Minden intézményegységünk lefedi azokat a sérülés típusokat, amelyeket manapság ismerünk, felismerünk. Tehát talán ez volt a másik, ami nagyon fontos számomra az, hogy egy nagyon jó tantestület jött létre, és nagyon családias a légkör, nagyon jól érezzük magunkat. Talán ezzel kellett volna a beszélgetést kezdeni, ugye sajátos nevelési igényű gyermekek járnak ugye önökhöz. Mit takar ez a sajátos nevelési igény? Sajátos nevelési igény meglehetősen széles spektrumú fogalom. Alap feladatként a valamikori kisegítőiskola, ahol mi kezdtünk, az enyhe és középsúlyos értelemfogyatékos tanulók ellátását célozta meg. Ez ma már bővült. Egyre nagyobb számban vannak autizmussal élő gyermekeink, halmozottan sérült tanulóink, illetve más fogyatékossággal küzdők, hallássérülés, látássérülés, mozgáskorlátozottság is már az ellátottak körébe tartozik. Hány gyermekről gondoskodnak végigazgatónő? Hát az intézményen belül több mint 300 gyermekről, nagyon gyakran változik a számunk, most ebben 320 van, de azért változik, mert évközben is lehet áthelyezéseket generálni, tehát hozzánk évközben is jöhetnek a gyerekek. Nagyon nagy a mozgás, ugyanúgy, ahogy vissza is helyezhetők egyébként gyerekek a normál rendszerbe, de kint a területen, a többi általános iskolába és óvodába, az úgynevezett utazó gyógypedagógiai hálózatunkkal olyan további fejlesztéseket, terápiákat láttunk el, amelyek az integrál gyerekeknek segítenek. Ott meghaladtuk a 700 gyereket, ott nagyon-nagyon sok gyereket látunk el, és ami jelentős, a figyelemzavar és a tanulási nehézségek, ami jelentősen megnőtt az utóbbi években. Egyébként a KSH adatai alapján is látni lehet, hogy a sajátos nevelési igényű tanulóknak a száma egyre erőteljesebben növekszik.
Mit jelent ez önök szerint? Hát miért fordulhat elő mondjuk az ilyen gyereklétszámnak a növekedése? Van-e valami tudományos háttere? Nyilván tartják a kapcsolatot más hasonló profilú intézményekkel, ott is növekszik a szám, az ellátotti terület? Van-e valamiféle fajta kutatás, ami esetleg alátámasztja azt, hogy vagy megmagyarázza azt, inkább úgy mondom, hogy növekszik az ilyen igényű gyermekek száma? Pontos, adekvát választ nem tudunk adni a mai napig, ami feltételezhető és erősen befolyásolja a tanulólétszám növekedését, az a diagnosztikai eszközök, a diagnosztikai rendszernek a fejlődése. Ennek is köszönhetően jelentős mértékben megnövekedett az autizmussal élő tanulók száma. Tehát ami 20 évvel ezelőtt elvétve fordult elő, autista gyermek az intézményünkben, most arra már 5 csoportban csak autista tanulóink vannak, és óvodai csoportunk is. Lehet azt mondani, hogy régen is volt ennyi gyermek, csak most már annyira oda tudnak figyelni rájuk, hogy hamarabb az apróbb jeleket is ki tudják szűrni? Hát ennyire azért nem egyértelmű a dolog. Egy kicsit árnyaltabb ennél a kép, mert az egyéb kategória a sajátos nevelési igényen belül nem az értelmi fogyatékos, hanem az egyéb kategória növekedett meg, az egyéb kategória pedig a figyelem és tanulási zavarosoknak az aránya. Itt több ezres növekedésről beszélünk egyébként. Ez én szerintem a mai kornak is a sajátossága. Régen is voltak tanulási nehézségek, csak nem figyeltünk annyira oda, ugye most a technika sokkal bonyolultabb, a tudás is sokkal bonyolultabbá vált, a tudásnak a megszerzése is bizonyos értelemben, és az ismereteknek a tömege, ami érkezik a gyerekek felé, amit fel kell dolgozni, ez egy kicsit jelentősebben előre hozza ezt a fajta problémát. Az önök igazgatása alatt indult el maga a szakiskola is, ugye az intézményben, amelyet igazgatóhelyettes úr vezet most már. Ez miben ad segítséget az ott tanuló gyerekeknek? Az általános iskola elvégzése után a speciális szakiskolák, mai elnevezéssel szakiskolák létrejött, a lehetőséget biztosított számukra is a tovább tanulásra és a szakma megszerzésére, szakmák megszerzésére, hiszen a társadalmi integrációjuk így válhat teljessé, hogyha szakmai képzettséggel tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni. Mely szakmák megszerzésében tudnak segítséget nyújtani? Jelen pillanatban számítógépes adatrögzítő, háztartásvezető, szakácssegéd és kerti munkás szakmán kiindulnak. Igazgató, ő mondta, hogy vannak olyan gyerekek, akik a hagyományos rendszerbe is vissza tudnak illeszkedni. Melyek azok a legsikeresebb foglalkozások, amelyek által úgy látják, hogy az talán a legnagyobb segítséget adja a gyerekeknek? Nyilván mindenkinek személyre szabott terápiája van, ha úgy mondjuk, de nyilván vannak olyan modulok, amelyek alapján azt mondják, hogy ez sikeres volt, és talán a legtöbb gyereknek ez segít. Én azt gondolom, hogy az elsődleges az a szocializációs képességnek a fejlesztése, maga a szocializáció, aztán a kommunikáció, ami szintén rettenetesen fontos, mert azért a mi gyerekeinknek a beszéde az nagyon nehezen indul, és nagyon nehezen is fejlődik. Oda kell figyelnünk, és ott jelentős terápiára van szüksége a gyerekeknek, ugye ez kint az utazó gyógypedagógiai hálózatban is érzékelhető. És hát ezentől pedig az komplex személyiségfejlesztés, ezt tudom mondani, tehát az egész személyiséget kell fejlesztenünk ahhoz, hogy le tudjuk győzni azokat az akadályokat, amelyek esetleg visszavetették a gyereknek a fejlődését. Itt azért az enyhe sérült gyerekekről beszélünk nyilvánvalóan, amikor integrációra beszélünk, vagy vannak azért kivételes esetek, amikor ennél súlyosabb sérülteket is vissza tudunk helyezni, de akkor egy nagyon összefogott, jó szociális közegből kerül ki a gyermek, és akkor neki olyan hatalmas támogatása van, amivel tulajdonképpen le tudjuk győzni ezeket a problémákat, akadályokat. Említette ugye a közeget, a hátteret. Hogy látja, a családok most már jobban együttműködnek az intézménnyel, mint akár a kezdetekben?
Ez nagyon változó még mindig. Az, hogy mennyire fogadjuk el a sérülteket, a fogyatékosságot, az azért mindig a társadalmi elfogadottságtól is függ, hogy egy család ezt mennyire tudja elfogadni. Akik elfogadják, ők nagyon jól együtt tudnak működni, akik kevésbé elfogadóak, velük nehezebben tudunk együtt működni. És ha már a társadalomról beszéltünk, a Bárci az a Kaposvárnak a része, az egyik égköve, rengeteg városi rendezvényen vannak ott, nagyon sokszor látni önöket a Kossuth téren is, és rengeteg az érdeklődő is, akik hálásak az önök munkájáért. Érzik ezt a fajta szeretetet, ami a városból önök felé? Igen, feltétlenül érezzük. Nem véletlen az, hogy a polgármester úr is az értelmi sérültek támogatásáért a parlamentben 2 évvel ezelőtt külön kitüntetés díjat kapott. Én azt gondolom, hogy ha nincs támogató hátterünk egy intézménynek, egy fogyatékos egyesületnek, bárkinek, aki családnak, aki érintett ezen a területen, akkor nagyon nehéz dolga van. Tehát ezt csak így együtt összefogva lehet megtenni. Igen, nagyon érezzük azt, hogy a városnak a része vagyunk, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Mik a közeljövő tervei? Ahogy kezdtük is a beszélgetést, intézményünk idén ünnepi fennállásának 75. évfordulóját. Mi egy rendezvénysorozattal szeretnénk méltóképpen megünnepelni ezt a kerek évfordulót. Lesznek gyermekprogramjaink, lesz olyan gyermekprogramunk, ahol vendégül látjuk a város többségi intézményeiben tanuló diákjait, pontosan az előbb is érintett szemléletformálás jegyében. Lesz olyan alkalom, amikor saját gyermekeinkkel belső ünnepséget fogunk szervezni, illetve lesz egy szakmai konferenciánk, ahol a 75 év eredményeit fogunk visszaemlékezni, valamint hagyomány már, hogy ugye egy ilyen nagy intézményben rengeteg dolgozó, pedagógus, kisegítő személyzetben dolgozó szakember fordult meg, velük egy nosztalgia összejövetelt szervezünk, ahol felelevenítjük az elmúlt időszakokat. És hát talán nem titok, hogy egy új épületet is avatnak? Igen, az lesz a záró rendezvényünk november 17-én, ezt meg tudjuk már az időpontját, ahol a járási szakszolgálatnak és az intézménynek a legsúlyosabban sérült gyermekeinek a fejlesztő iskolának készült épület lesz átadásra, annak az átadására kerül sor. És ez egy nagyon nagy esemény lesz az életünkben, mert nagyon régóta vártunk rá, hogy méltó körülmények közé kerüljenek. Igazgatóan nagyon sok mindent valósítottak meg az elmúlt években. Nagyon sok fejlődés, nagyon sok ágazatot, amit elindítottak, különböző ellátási formákat. Mi az, ami a legnagyobb segítség lenne önöknek a következő években, évtizedekben? Az a legnagyobb segítség, az mindig eszmei segítség. Minden mást én szerintem meg lehet szerezni, hogyha az ember nagyon akar valamit. De én azt hiszem, hogy a szemléletformálás az lenne a legnagyobb segítség, hogyha mindenki egyaránt úgy tudna érezni a fogyatékosság iránt, ahogy mi is érzünk, akik ebben benne vagyunk nap mint nap, hogy mindenki átérezze ennek a súlyát, hogy mekkora felelősség ebben a kérdésben, és ehhez kapjuk meg azt a segítséget, azt a támogatást, amire nekünk nagyon nagy szükségünk van, és leginkább az érintett gyerekeknek és a családjaiknak szükségük van. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, jövő héten várjuk önöket ismét a képernyők elé. Viszontlátásra!